Sziasztok! Tegnap egy kedves néző írt, hogy nem lehetne esetleg valami olyasmit csinálni, hogy lerakunk egy blokkot, és azon van valami enchant, azt hiszem így mondtam, ami lefuttat egy parancsot. Értem, hogy mit akar, de nem, semmi ilyesmi enchant nincsen. Igazából úgy parancsot tárolni blokk, az a command block tud, meg a tábla, most ugye újabban. Hát ez, illetve parancsot, hát igen, és a JSON-ös szövegen belül parancsot. Tehát az van, hogyha a Ctrl görgővel kattintok valamilyen blokkon, akkor elmenti annak az MBT-jét is. Ebben most van egy parancs, most így Ctrl görgővel kattintottam, akkor már olyan blokkot fog lerakni. Ez ugye jelzi is, hogy plusz MBT. De ezt parancsból is meg lehet írni. Hogy én kérek olyan command blokkot, amiben már van parancs. Na most táblának is megírhatom előre ezt az MBT-jét. Ennek a tagnak a neve Entity Block Tag, de ezt majd látni fogjátok, úgyis a kódban. 7 táblát gyártottam le, mert ez a kérdés adott egy ihletet, hogy hé, mi lehetne, ha gyártanánk olyan táblákat, amik érdekes dolgokat csinálnak, hogyha használjuk őket. És ezt ugye bárhova tudom magam cipelni. Tehát ilyen instant command block, de hogy is mondjam, tehát egy személyben lehet is futtatni. Tehát egy command blocknak ugye kell valami aktív jel, tehát gombot is kéne mellé vinni, itt egymagába vihetem. Tehát, tényleg ez lesz a videó neve. Instant command block tábla. Valami ilyesmi, meg nem döntöttem el, mi lesz ezeknek a neve. Az első, annak neveztem, hogy láda, mert hát csak annyit tud, hogyha lerakjuk a táblát, írja, hogy láda, ha kattintunk a táblán, akkor ládává változik. Itt nincsen semmilyen jelgenerátor, tehát a táblában van benne az a parancs, hogy cserélje le magát egy ládára, amiben van egy kard. Ilyet lehet csinálni. Aztán következő aknamező, ami azt tudja, hogy ha lerakom, akkor először színesen kiről, hogy inaktív, és ha használom, akkor aktívvá válik. És át kell váltanom Adventure-ból, hogy látszódjam. Ha közel megyek, akkor robban. És megmutatom, hogy... Ja, csak vissza kell váltanom. Tehát megmutatom, hogy mi történik, ha aktiválom. Lerak egy creepert, meg egy malacot. A creepernek rövidre van állítva ez a sziszegési idő, tehát ez robbanási idő, fuse-nak hívják egyébként. Azért malacon lovagol, mert nem akartam, hogy elmaszkáljon, és az sem, hogy ellökhesse a játékos. Mondjuk úgyis felrobbant, tehát igazából csak kreatívan lehetne ellökdösni, de így építés közben sem lehet elrontani az aknamezőt. Tehát, hogy ne lehessen ellökdösni, ezért egy malacon lovagol, aki tényleg no AI-os, tehát nem lehet ellökni. Gepard mód. Lerakjuk, azt írja a tábla, Gepard mód be ki, ha használjuk, akkor kapunk ilyen speed effektet végtelen időre, és ha újra használjuk, akkor kikapcsol. Ehhez egy score-t kellett előre fölvenni egyébként, megsúgom, de majd a kódban látni fogjátok, majd úgy végig szaladok rajtuk a videó végén, ahogy szoktam. Aztán a radar. Igen, le kell ehhez rakni pár csirkét. Tehát a radar az azt tudja, hogyha használjuk a táblát, akkor a chatre kiírja, hogy hány csirke van a környéken. Most 3. Lerakok még párat, ez most 7 csirke. Eredetileg azt akartam, hogy a táblára írja ki, de sajnos nem lehet megoldani, ugyanis az van, hogy ahhoz, hogy kiírja, idézőjelen belül kell idézőjel, tehát 3 szint kell, de a játék csak 2-t tud, sajnos. Úgyhogy így a chatet tudom csak kiírni. De legalább itt többször is lehet használni. Aztán, ja, ez volt a radar. Aztán a rakétaugrás. Hát, ha használjuk, akkor rakétaugrás. Tehát robbanás, meg repülünk egyet. Igazából robbanás lök fel, tehát nem ilyen teleport, vagy nem is tudom semmi trükk. Tényleg megidéz egy creepert, és az lök ekkorát. Ja, igen, ad egy effektet, resistance, mert gondoltam, hogy működjön adventure módban is. Aztán instant kert. Az van ráírva, hogy ültes, és ha használjuk, akkor ültet egy szép kertet. Kicsit feljebb vettem a random tick speedet, hogy látszódjon, hogy ez egy életképes kert, tehát
nem fog a következő blokk frissítésnél kiütődni. Oké. A haszontalan láda pedig, hát ez már csak poén igazából, az a szöveg rajta, hogy haszontalanítás, és ha használjuk, akkor ládává változik. Ha kinyitjuk, akkor visszaváltozik, és így végtelen ciklus. Akármilyen irányba forgathatom. Tehát ha így ültettem, így raktam, akkor így fog. Sőt, azt hiszem útközben meg is változtathatom. Igen. Ennél az van, az a trükk, hogy itt a föld alá is építkezik. A tábla, az lerakja a command blokkot, lemásolja magát oda, és végül lecseréli magát egy ládával. Ha a ládát kinyitjuk, az ugye ilyen trap chest, akkor aktiválja a command blokkot, ami annyit csinál, hogy visszamásolja a ládát. Szevasz csirke. Milyen, hol rakétaugrás? Ne menj el. Szóval ez benne a trükk. És akkor most mindegyiket végigmutattam? Igen, mindegyiket végigmutattam. Jó, akkor most úgy vázlatosan megmutatom a kódokat. És itt is vannak a gyönyörűségek, legalábbis amennyi látszódik belőlük. Csak így vázlatosan, hogy az elvet értsétek meg. Tehát ott van, hogy give, tehát ad nekünk ez a parancs egy táblát, sign, át van nevezve Gepard módra. Aztán ott a elsősor végén a block entity tag, ami érdekes, ide kell megadni a blokknak a tagjeit. Tehát egy telepített táblának ugye van text 1-2-3-4 tagje, úgyhogy ebben a block entity tagen belül kell ezeket megadni. És akkor lesz a ládának, hogyha lerakom. És ahogy az előző JSON-os tutoriában mondtam, vagy az előző előttiben, mindegy, az egyik JSON-os tutoriában mondtam, hogy a táblának is meg lehet adni JSON szöveget, és lehet is használni. Ugye a click eventet, azt hiszem rosszul mondtam, hogy az elsőt futtatja le, mindegyiket lefuttatja, ráadásul sorrendben, az elsőtől halad a negyedikig. Tehát, hogyha mondjuk az első azt írná ki a chatre, hogy 1, a második 2, és így tovább, akkor tényleg sorban úgy írják, hogy 1-2-3-4. Ez nagyon jó, hogy fix sorrend van. Például itt a Gepard módon ez nagyon kritikus. Az első parancs az hozzáad x-hez 1-et, a következő pedig lenullázza, ha 2-t ért el. A utolsó két parancs pedig azt csinálja, ha az x 0, akkor elveszi a speedet, ha az x 1, akkor ad speedet. Tehát képzeljük el, hogy nullán van az x, akkor hozzáad egyet, a második nem csinál semmit, mert még nem ért el a kettőt, tehát egy az x, akkor az utolsó ugye a speedet. Megnyomjuk még egyszer a táblát, akkor már 2 lesz, tehát a második az le fogja nullázni, így elveszi a speedet, és kezdődik előről megint. Aztán a rakétaugrás, ott ad effektet, text 1, a text 2 az feljebb teleportál, azért mert, hogy felfelé lökjön a creeper, mikor felrobban, a harmadik pedig megidézi a creepert. Igen, a negyedik az üres, több helyen is lesznek ilyen üresek, mert kimásoltam az üres parancsot, és csak mindig kitöltöttem, tehát nekem mindig előről kezdeni gépelni, meg kitörölni azt, ami nem kell, volt egy üres, és akkor azt mindig kitöltöttem. Aztán a ládás, ez ugye csak lerak egy ládat, és sima set block, ez nem is nagyon kell. A haszontalan ládának mutattam. A kert az meg ugye csak set block, meg fill. Mi volt, ami bonyolultabb esetleg? Azt hiszem nem. Az aknamezőt is mondtam, hogy ugye ott csak summon van. Jó. A parancsokat föltöltöm, a pályát szerintem fölösleges, mert a táblában úgyis csak valamilyen külső program segítségével tudtok belenézni, a command blokkokat meg, hát egy command blokkal adtam mindegyiket magamnak, tehát nem raktam le 7 command blokkot, hanem egybe másoltam mindig a parancsot, úgyhogy nincs értelme a pályát is megosztani, de a linkek már... Tehát a linkje a szövegnek ott van a leírásban, és a kézikönyv legyen veletek.